Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió Hírháttér című magazinműsorát látják. Február 17-én megkezdődött az ajánlóívek kiadása és az aláírások gyűjtése az országgyűlési képviselőválasztáshoz. A baloldal aktívan gyűjti az aláírásokat, az Együtt PM Dunaújvárosi kampányfőnökének tájékoztatása szerint az Összefogás helyi jelöltje több mint 1000 aláírás gyűjtött tegnap óta. Az íveket a napokban adják le. Kedden elsőként mintegy 2000 támogatói aláírással a Fidesz helyi szervezete leadta dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő jelölt ajánlóíveit. Miután a választási iroda átvette a szükséges dokumentumokat, sajtótájékoztatót tartottak a párt irodájában. Az új választási törvény értelmében már nem kopogtató cédulák, hanem ajánlóívek által válhat hivatalos képviselő jelölté az a személy, aki indulni kíván az április 6-ai választáson. Az íveket február 17-én reggel 8 órától vehették át a pártok, szervezetek, független jelöltek. Az ajánlóívek kiadása az a tegnapi napon, február 17-én munkakezdéskor reggel 8 órától indult meg. Reggel 8 és 9 között már 5 jelölt részére kiadtuk az ajánlóíveket, aztán a nap folyamán ez egy kicsit felszaporodott, mert összesen hétfőn 21 képviselőt jelölt részére adtuk ki az ajánlóíveket. Ez a 21 képviselőjelölthöz még csatlakozik majd 5 fő képviselőjelölt, tehát összesen 26 a létszám, mivel ennyien még igényeltek ajánlóíveket. Összesen ez az 5 fő az, aki még hiányzik, aki még nem vette át, mert 21 képviselőjelölt volt az, aki át is vette a tegnapi napon az ajánlóíveket. 32 jelölő szervezet jelölt összesen 26 jelöltet képviselő jelentként a Fejér megyei 04-es egyéni választókerületre az országgyűlési választásokon. Úgyhogy sok a párt, sok a feladat, de majd győzzük erővel, úgyhogy az ellenőrzéseket éppen a mai napon, február 18-án kedden, így 8:30 tájban megkezdjük, mert a Fidesz-KDNP már eljutott a részünkre az aláírásokat, úgyhogy perceken belül megkezdjük ennek az ellenőrzését, aztán a következő lépcső az lesz, amikor a választási bizottságot összehívjuk, dr. Bakos Károly elnök úrnak a vezetésével, és valószínűleg a csütörtöki pénteki nap folyamán már az első jelölteket nyilvántartásba fogja venni a választási bizottság. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a jelöltek már a szavazólapokon szerepelni fognak. Persze természetesen akkor, hogyha majd a nyilvántartásba vételről szóló határozat az jogerőre emelkedik. Az ajánlóíveket leadni 2014. március 3-án hétfőn 16 óráig lehet. De a jogszabály úgy rendelkezik egyébként, hogy még március 3-án ki is adhatunk ajánlóíveket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki, valamelyik párt úgy gondolja, hogy egy nap alatt is össze tud gyűjteni ajánlásokat, 500 érvényes ajánlást, akkor az jelentkezhet akár március 3-án hétfőn reggel 8 után, kiadjuk, és 16 óráig, ha visszahozza, és az ellenőrzés eredménye az, hogy 500 érvényes aláírással rendelkezik a jelöltjük, akkor az akár indulhat a választásokon is. Legkésőbb március 3-án 16 óráig kell leadni a pártoknak, független jelölteknek a kitöltött és az üresen hagyott ajánlóíveket egyaránt a választási irodánál. A jogszabály alapján még március 3-án is ki lehet adni ajánlóíveket, és ha aznap 16 óráig visszahozzák az 500 darab érvényes támogatói aláírással, még indulhat is a választáson a jelölt. A határidő jogvesztő, hiánypótlásra, késedelem igazolására nincs lehetőség. Dunaújvárosban 47 szavazókörben lehet leadni a voksot a választás napján. A lakosság a napokban kapja meg az értesítőt. Dunaújváros megyejogú város önkormányzatának tájékoztatása szerint több mint 40 ezeren jogosultak arra, hogy részt vegyenek az áprilisi országgyűlési választáson. Február 17-én vehették át a választási irodáktól az ajánlóíveket a jelöltek és jelölő szervezetek. Szabó Zsolt kampányfőnök állítása szerint a baloldali összefogás is megszerezte a kellő számú aláírást. Tegnap vehették át a pártok, szervezetek, független jelöltek az aláírásgyűjtőívet ahhoz, hogy jelöltet állíthassanak az április 6-ai választáson. A baloldali összefogás hogyan áll az aláírásgyűjtésekkel?
Magyar Andrásnak, az Összefogás Dunai Városi jelöltjének már az első napon több mint 500 aláírása volt, a mai napon pedig már meghaladtuk az 1000-et. Aktivistáink mindenhol azzal találkoznak, hogy szemben a Fidesz hazug propagandájával az emberek a saját bőrükön érzik, hogy mennyire nehéz most Dunai Városban élni, és nagy örömmel támogatják a változást, a korszakváltást. Önök mikor tervezik leadni ezeket az íveket? Kollégáink a holnapi nap folyamán le fogják adni az íveket, azonban folytatjuk a kampányt, szeretnénk minden háztartásba eljutni, és elmondani, hogy van remény a korszakváltásra. Az egyéni választókerületekben indulni szándékozó jelölteknek március 3-áig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást. Dr. Ragó Pál a Fidesz kampányfőnöke és dr. Galambos Dénes a párt országgyűlési képviselőjelöltje reggel 8 órakor hivatalosan is leadta az április 6-ai választáson való induláshoz szükséges támogatói aláírásokat. Hát az a szeretném kezdeni, hogy a közgyűlési frakciónként egy emberként gyászol. Hiszen tegnap a reggeli órákban elhunyt a edző úr, aki aktív résztvevője, majd felelős irányítója volt a helyi választási iroda munkájának. Halála minden dunajvási polgár számára pótolhatatlan veszteség. Rátérnék a mai sajtótájékoztatónk aktualitására, ez pedig nem más, hogy jelöltjeink és aktivistáink mind a 106 egyéni választókerületben, így Dunajvárosban és környéken is megkezdték a tegnapi napon az ajánló aláírások gyűjtését. Ugye ez váltotta fel a kopogtató cégjúval intézményeket. A tegnapi nap folyamán akár irodai személyes aláírással, akár aktivisták által gyűjtött aláírásokkal több mint 2000 választópolgár támogatta eddig, tehát az első napon ezt ki szeretném emelni, a tegnapi nap folyamán Dunajvárosban és a választókerület másik 8 településén dr. Galambos Dénes kormánymegbízott urat, aki ugye a Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt közös országgyűlési képviselőjelöltjeként indul a Fejér megye 04-es számú választókerületében. Az aláírásokat a mai napon dr. Ragó Pál kampányfőnök úr és dr. Galambos Dénes képviselőjelölt úr leadta a helyi választási iroda munkatársainak. Most végzik az ajánlóhívek ellenőrzését, és ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag akár a mai napon a HVB, a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásába veszi a képviselőjelöltet. A továbbiakban is minden egyes napon 8 és 17 óra között várjuk itt a Vasmunk 41-ben lévő központi irodánkban az aláírásokat leadni szándékozó Dunajváros és városkörnyéki polgárokat, valamint Hingyi képviselő úr Óvárosban lévő szaküzletében, valamint a Dózsa György utca 12 szám alatt a Komfort ingatlan irodába Bernát József úr és munkatársai várják a bennünket támogatni kívánó Dunajváros és városkörnyéki polgárokat. Igen, ez a több mint 2000 aláírás mit igazol, mit jelentett, hogy pár óra leforgása alatt az első napon ennyi aláírás jött össze. A magyarázat véleményem szerint roppant egyszerű. A dunajvárosiak is és a városkörnyékék is kiállnak a 4 éve megkezdődött úgynevezett második rendszerváltozás mellett. Ez mit jelent? Milyen elemei vannak ennek? 2010 óta hazánknak van ereje megadóztatni a bankokat, a multikat, és amit nagyon szeretnék kiemelni, csökkenteni a rezsit, és még tovább csökkenteni a rezsit. Az inflációt letörte a magyar kormány a gazdaságpolitikájával, 3% alá szorították a költségvetési gát. Ma körülbelül 250 000 dolgoznak többen, mint 4 évvel ezelőtt. Összességében elmondható, hogy Magyarország az elmúlt 4 évben a saját lábára állt. És meglátásom, megítélésem szerint a magyar választópolgárok igencsak bölcsek, és tudják, hogy az április 6-án 47 nap múlva esedékes országgyűlési választásokon
a következő két alternatíva közül választhatnak. Az egyik alternatíva a Fidesz-KDNP kormányzásának a folytatása. Ez garancia a rezsicsökkentés megőrzésére és folytatására, garancia a gyermekek utáni adókedvezmény megtartására, garancia a GED extra, amit ugye január 1-től vezetett be a kormány megtartására, és az időskor biztonságának szabatolására. Avagy Gyurcsány Ferenc visszatérésével, mert egyértelműen kijelentető, hogy ő a baloldali pártok forgatókönyvének az írója. Gyurcsány Ferenc visszatérésével folytatódik a posztkommunista restauráció. A tegnap gyűjtött mintegy 2000 támogató aláírás, ez gyakorlatilag előre vetíti véleményem szerint, meglátásom szerint, hogy a dunajvárosi polgárok és városkörnyéken lakók elutasítják azt az álságos összefogást, melynek már a neve miatt is érdekes, ugye, mert már a nevük miatt is fellik őket, ugye az összefogáspárt. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy Simon Gábor ügyekkel és Sós Tamás ügyekkel, ugye a Heves megyei országgyűlési képviselőjelölt, ügyeivel gyakorlatilag a baloldali összefogás pártjainál erkölcsi fék, mint olyan, morális fék nem létezik. Amikor egy Simon Gábor az éhségmenet élén vonul Miskolcról Budapest felé, miközben gyakorlatilag osztrák bankszámláján 100 milliókat parkoltak. Csapatunk, szövetségünk, amelyet a Fidesz és a KDNP alkot, még soha nem volt ennyire erős, soha nem volt ennyire egységes. Képes folytatni április 6-a után 47 napóval megkezdett munkát, és ehhez és dr. Galamos Dénes képviselőjelölt úr támogatásához a Fidesz Dunási Szervezetének elnökeként kérném a tisztelt Dunajváros és városkörnyéki polgárok támogatását a következő kampány hátralevő időszakában. Jövő hétvégéig ugye folytatódik az aláírásgyűjtés, utána pedig ugyan személyesen aktivistákon keresztül fórumokkal, rendezvényekkel, utcai kipakolásokkal szokásos módon szeretném minden Dunajváros és városkörnyéki háztartásba eljutni. Köszönöm a figyelmeteket. Tiszteletre köszöntöm a sajtó képviselőit. Az első szavam a köszöneté. Köszönet a választópolgároknak, köszönet azoknak az embereknek, akik a Dunajvárosi 4-es számú választókerület területén élnek, ez 9 település, Dunajváros és 8 település. Köszönet azoknak, az aktivistáknak, a párt tagjainak, Fidesz-KDNP két pártszövetséget alkotó párt tagjainak, támogatóknak, és még egyszer gyűjtőfogalomként valamennyi választópolgárnak azt, hogy az első napon, amikor lehetőség nyílt arra 2014. február 17-én, hogy az ajánlóívek aláírásával mintegy 2000-en támogatták azt, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjévé válhassak, a mai napon, tehát egy nappal az ajánlóívek átvétele után leadott ajánlóívek áttekintése, előzése után a helyi választási bizottság döntése alapján. És azt gondolom, hogy a köszönet azért fontos, mert közel egy nap alatt sikerült ilyen komoly létszámba mozgósítanunk a polgárokat a választókerületben. Ez egy új választókerület, és nagy örömmel számolok be arról, hogy a Dunajvároson kívüli települések is jól teljesítettek. Ercsitől Pusztaszabolcson át, és most nem sorolnám fel mind a 8 települést, hiszen már közismert. A tegnapi este folyamán 8 órakor már abban a helyzetben voltunk, hogy láttuk a számot, és tulajdonképpen igazából már leadásra alkalmas állapotban voltak az ajánlóívek, hogy nyilván a hivatali rendet megvárva ma a választási iroda munkatársai 8 órakor velünk kezdték a napot, tehát elsőként sikerült dr. Ragó Pál kampányfőnök úrral közösen leadnunk az ajánlóíveket. Ahogy elnök úr jelezte, a következő időszakban pedig azt kérjük,
hogy a támogatói aláírásgyűjtő éveken adják meg azt a támogatást a választópolgárok, amellyel ugyancsak a választókerületen belül, de ez a támogatói aláírásgyűjtő év már nem feltétlenül csak a választókerület. Hát ugye vannak olyan átjáratosságok ebben az évben, hogy Kisapostag iskolában ide tartozott, most a választókerületi rendszerben változott. Azt gondolom, hogy a városkörnyék, ez a fogalom azért sok ember fejében megvan, és megszólítható ebben a körben. Tehát ebben a aláírásgyűjtő évben azt kérjük, hogy a levélcsökkentés, a magyar családok támogatása, a nyugdíjak megvédése és a további munkahelyek teremtése, mint fő gyűjtőfogalmakhoz adják a támogatásukat oly módon, hogy mind a nevüket, mind pedig a elérhetésüket tegyék. Ezt azért is kérjük, hogy amikor történnek majd olyan rendezvények, események, amelyekről kívánunk értesítést adni, akkor lehetőség nyíljon az elektronikus, illetve az egyéb más médiaeszközökön keresztül. És azt gondolom, hogy aki ebben támogat bennünket, az arra számítunk az április 6-ai választáson is, hiszen minden szavazat fontos, és minden szavazatra számítunk a választókerületen belül. Én azt gondolom, hogy a gyorsaság az azért is volt fontos, és ez országossá tekintésben szeretném jelezni, hogy a Fidesz-KDNP arra törekszik, hogy a legrövidebb időn belül összegyűjtse a törvény által előírt ajánlás mennyiséget országosan. Ezt annak érdekében tesszük, hogy az egyedi választókerületi jelöltek minél előbb hivatalosan is jelölté váljanak, illetve hogy mihamarabb jóvá hagyják a Fidesz-KDNP pártszövetség országos listáját is. Tehát ezek a közjogi szerepei ennek a kérdésnek, ez a helyi választási bizottság döntés alapján nyilvánvalóan a héten zárul. A március 3-a, amit véghatáridőt szeretném azért még annyiban pontosítani, hogy március 3-a 16 óra az egészen pontos dátum annak, amikor a ajánlások időszaka zajlik. Mi azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban a támogatói aláírásgyűjtéseket ajánljuk a választópolgárok figyelmébe, hiszen a hivatalos jelölté válás, amennyiben a héten eldől utána már nem a ajánláshoz szükséges aláírások a fontosak, hanem az, hogy minél többen menjünk el április 6-án szavazni, és arra kapjuk felhatalmazást, amelyet kértünk, hogy tovább folytathassa ez a kormány a tevékenységét, és nyugodt kormányzással biztos többséggel megvalósíthassuk a 2010-ben megkezdett célokat. Köszönöm, és ehhez kérem valamennyi választópolgár segítségét. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!